Kiszorítósdi a magyar szumó sportban, de nem a szőnyegről, hanem a sportági vezetésben. A napokban járt itt nálunk a szövetség új elnöke, indulóban versenyzőjével a hongkongi világbajnokságra, ahova nem tartott a magyar válogatottal. A régi ismerős szövetségkapitány, sikeres versenyzőből lett edző, Bárdosi Sándor. Az okokról mesél már is, vele van Hiroe Tomohiko, a Magyar Szumó Szakszövetség alapítója. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Sanyi, hát az első kérdés az, hogy te mit keresel itt? Hát ez jó kérdés. Mondjuk ez számomra már egyébként nem meglepő, mert ugye az athéni olimpiáról is itthon maradva a tévéből néztem meg. Na, de ez egy másik történet volt. Ez egy másik történet. Igen, egyszer majd megírom könyve, és akkor majd elolvashatják a nézők. Jó könyv lett, biztosan bestseller lesz, mert ez biztosan érdekelne pár embert. De hát maradjunk ennél a témánál, szumó. Szumó, Hongkong, világbajnokság. Uh-huh, nagyon. Te meg itt ülsz. A lényeg az, hogy a munka részét azt elvégeztük, amit ugye a lehetőségeinkhez képest lehetett. Tehát itt mindenkinek munkája van, szakmája van, azzal foglalkozik, ezek nem profi sportolók ebben a tekintetben. Hétvégenként tudtunk összejönni edzésekre, és hát ugye a Tomi segítségével is úgy csináltuk meg az edzéseket, hogy a legjobban felkészülve tudjon menni a válogatott. Az utolsó pillanatig úgy tudtuk, hogy én is fogok a csapattal tartani, nyilván a szövetségkapitánynak hát nem ártana ott lenni. Te vagy a szövetségkapitány. Elvileg igen. Ebből a szempontból nem is lett volna rossz, mert nagyon, hát jó pár versenyzőnek vannak rossz beidegződések, szakmai szemmel nézve rossz beidegződéseket kellett javítanom, amit nem tudom, hogy most ugye nem vagyok ott, hogy lesz kiküszöbölve. Nem vagy te egy távgyógyító, hogy úgy mondjam. Nem az, hanem hogy lesz kiküszöbölve. Uh-huh. Tehát ha ott vagyok és látom, hogy küzdés jön elő megint a régi hülyesség, akkor tudok egyből kiabálni és mondani, ne, mást, azt ne. De most ugye ez nem lesz ugye megoldható, akármennyire jó a távközlés a mai világban, de ez sajnos nem megoldható. Van, ezen kívül van még egy sérült versenyzőnk, akinek teljesen egy fordított fölállású küzdelmet próbáltam, a Livor Dezsőről beszélünk, ő egyébként a tavalyi év világbajnoka, és 100 éves régi jó barátom, még a birkózásból, és a Dezsőnek próbáltam elmagyarázni, hogy ezek mind kiforrott 30 év fölötti versenyzők, majdnem hogy, mert nem mindenki, és a Dezsőnek próbáltam elmagyarázni, hogyha fáj a jobb vállad, akkor nyilván ne a jobb válladdal menjél előre, hanem akkor tedd előre a balt. Én szerintem orvosilag nem tudom, hogy mi lett, de nekem is volt olyan, hogy már nem tudtam emelni a vállam, most neki ugyanilyesmi volt, és akkor nekem is meg kellett változtatnom a felállásomat, egy fordított felállásra, nyilván akkor ugye a másik oldal terhelődik jobban. Na most ez is olyan, hogy ugye, ha mit tudom, egy 15-20-25 év után nehéz megszokni azt, hogy másik oldalra állok föl, tudod, teljesen más. No, ezek izgalmas szakmai részletek, de egy pillanatban, hogy miért vagy itt? Hát miért vagyok itthon, vagy itt a stúdióban? Hát azért vagy itt a stúdióban, hogy megkérdezem tőled, hogy miért vagy itthon? Hát miért azért vagyok itthon, van egy személyes konfliktusunk a megválasztott elnökkel, ezt a fiatalembert én hoztam, én ismertettem meg a sportágat vele, ez nem titok, ezt mindenki tudja. De az Adam Illés a Kempó világából érkezett. Hát igen, de hát Kempóban sem voltak túl, hogy mondjam, komoly eredményei. Na várjál, akkor ti összevesztetek? Nekünk volt közös dolgaink, nem kevés. Mi csináltunk közös dolgokat, és én nyáron fölálltam, és mondtam, hogy köszönöm szépen, elég. Teljesen normálisan ezek így működnek, ezek a dolgok. Ha valaki nem tud együtt dolgozni, akkor azt megmondja. Én ilyen gyerek vagyok, és hát igazándiból nagy baromságot követtem el, mert én felálltam és mondtam neki, hogy hát nem tudunk együtt dolgozni. Na most onnantól kezdve ugye... Hát ő meg komolyan vette. Ő annyira komolyan vette, hogy ő mindenhonnan. Tehát az a baj, hogy viszont szumó, tulajdonképpen amiért én most eljöttem is, hogy a szakértő közönség, illetve az, aki szereti a küzdősportot, az ne az ilyen véleményeket hallgassa meg, mint amit Ádám mond, például a küzdősportoló. Itt ül két birkózóval ugye az oldalán, a múltkori adásban, uh-huh. És elmondja, hogy a birkózók nem tudnak szumózni. Akkor kérdezem én, ki tud? Mert a szumó is birkózás, hozzáteszem. Tehát az, aki, te rá is kérdeztél nagyon ügyesen egyébként, gondolok is hozzá. Köszönöm szépen. Mert ez egy kicsit büdös, hogy akkor ki tud, de hát én megmondom, körülbelül 99%-ban a magyar és az európai szumósoknak a 99%-a birkózó volt. És akkor
nem hazudok, 98, mert nagyjából 1% jön a többiből, nehéz atlétika, és akkor még a judó. No, Tomi, viszont a te távolságtartó hűvös japán eleganciáddal azt mondd meg nekünk, hogy mire volna most szükség a magyar szumósportban? Nyilván valami fajta nyugira, nem? Békére, így. Nyugira, igen, egyrészt nyugira, másrészt egy agyakpályára van szükség, ahhoz, hogy igazából szumozni tudjunk. Nehéz úgy egy mezítlába sportot végezni, hogy egy tapadós fóliaszőnyegen gyakorolnak a versenyzők, és így készülnek föl a világbajnokságra, vagy egy ez olyan, mintha a focisták kapnának egy betonteknőt, hogy abba focisznak. Igen, igen, igaz, teljesen, más, fel a teljesen más a felület, igen. Uh-huh. És akkor kimennek egy világbajnokságra, nagyon nehéz a versenyzőknek szembesülni egy agyakpályával, más felületen gyakorolnak, ami egy tapadós fólia, és kikerülnek egy döngölt agyakpályára, amit utána leszornak homokkal, tehát nehéz. Egy jó agyakpályára van szüksége a magyar válogatottnak, hogy rendszeres edzéseket tudjon. Erre már régóta gyúrunk. Fedett helyen, igen, úgyhogy vannak azért célok, és vannak feladatok. Ez a legfontosabb, meg valami békese, tehát hogy ne tologassák egymást a szereplők a sportágból, nem? Ez a szövetség belső ügye. Remélem, hogy ez meg fog oldódni. Tehát tovább ez nem vagy így, vagy úgy, de meg fog oldódni. Tehát ez meg fog oldódni, vagy így, vagy úgy. Persze, vagy így, vagy úgy, mindenféleképp megoldódik. Nekünk a szakmai feladatunk a következő, azok az emberek dolgozzanak itt, akik segítik a szövetséget, hát meg akik már itt vannak régóta, és régóta segítik. Most agyakpályát összerakni, ugye a Tomi is mondta, csinált már jó párat Magyarországon, de csak versenyekre, igaz? Igen, Tomi? Ugye sajnos nincsen állandó hely az edzésekre. Tomi, hova terveznétek ezt az állandó szumócentrumot, hogy így mondjam? Szeretnénk Budapesten. Budapest de akár vidéken, Dorogon, Szolnokon, igazából az országban több ilyen helyre lenne szükség. Ha egy ilyen nagyon jó pálya, ahol folyamatosan agyagon lehetne gyakorolni, tehát nem kéne elbontogatni. Oda rendszeresen járnánk edzeni, igen, a válogatottal. Mennyi is. Pénz ez? Egy ilyet állandóra összerakni. Hát ugye a helység, fenntartás, ez napi gondozást igényel az anyaguk, tehát egy gondnokot, egy karbantartót igényel. Ez egy élő dolog, olyan, mint amikor a füvet nyírják a futballstadionban. Igen, megfelelő nedvesség tartalmát kell tartani, ne repedjen, ne legyen túl vizes. Ne nőjön ki rajta a gaz. Igen, ne gazdosodjon, tehát ha szabad igényel. Mondom, mert van szabad téri. Sanyi, így most távszakértőként, távszövetségi kapitányként, hogy így mondjam. Tehát, milyen jó, hogy itthon vagyok. Mit tud ez a társaság elérni? Mi a realitás most a világbajnokságon? Hát, hogy őszinte legyek, ugye a női szakágnak nem én vagyok a vezetője, de az az igazság, hogy velük is foglalkoztam, ott is próbáltam hibákat csiszolni, kiküszöbölni. A csajokban bármi benne lehet, de tényleg bármi. Arany. Akár. Érem is, de az is, hogy nem. A férfiaknál, és most szándékosan zárom is le itt a sort, mert nem az én tisztem, ugye én nem vagyok az elnök, aki mindenki nevébe beszél és hülyeségeket mond, én Bárdos Sándor vagyok, aki a férfiakkal foglalkozik, a lányokban benne van minden, és pont. Nagyon várom, hogy milyen napra ébrednek akkor, amikor eljön az idejük, és nagyon szeretném, hogyha eredményt érnének el. A férfiaknál a 84 kilóban Szelb Dénes, aki szintén itt volt, ugye, igen, az ominózus Martin és beszélgetés. Martin, igen, két birkózó gyerek, érdiek, a Tarmisi bácsinak a remek jó tanítványa, és tényleg jók, mind a kettő, hát mondhatom, hogy esélyes. Sorsolás függő a dolog, tényleg sorsolás függő. Hogy jönnek az ellenfelek, milyen sorrendben, stb. Ott is lehet eső, lehet hó. Én bízom benne, felkészültségben a Szelb Dénes biztos, hogy benne van az első ötben. Uh-huh. A világon. Én küzdöttem is vele annak idején. Mostanra egy kiforrott életversenyző vált belőle, a térde meggyógyult, úgyhogy én azt gondolom, hogy bármi lehet. Attól függ, hogy hányan utaznak el erre a Isten háta mögötti Hongkongba. Ugye nekünk, európaiaknak az Isten háta mögött van, úgyhogy de majd meglátjuk. Nehéz súlyban a Libor Dezső, meglátjuk, hogy 115 kiló, bocsánat, haladjunk sorban, igazad van, mert nem mondtad, de láttam a szemeden. 115 kilóban a Kalmár István, szegedi barátom, őben és szintén benne van minden, az én unszolásomra tért vissza szumózni, ő már ugye grapplingezett és saját csapatot alapított, az én unszolásomra egy fél évvel ezelőtt tért vissza szumózni,
egész jól halad. Tehát ő már a lengyelországi előfutamokon úgymond már nagyon jól szerepelt, és Európa-bajnokot is vert. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő benne is benne lehet simán az első hatba, és az, hogy mennyire lesz esetleg fényes, az már csak azon múlik, hogy no, nem csak az agyag, és meg a fólia... És még a Desőt hagyd mondjam egy gyorsan, azt bocsánat. Mondja, nem csak az agyag, meg a fólia csúszik, hanem az adás is, meg az idő. Akkor gyorsan hagyd mondjam el, a Libor Dezső, sérült, de nagyon szeretném, ha lenne érme, és attól függ, hogy mennyire tudja a fordított felállását. Urak, akkor megleszünk ezzel a világbajnossággal, meglátjuk a folytatást. Unalmas volt a szakma? Ne, egyáltalán nem. Meglátjuk a folytatást, és akkor folytatjuk a beszélgetést is, jó? A fejleményekkel. Így van, ámen. Jövünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.